Személyi kérdések is szerepeltek a közgyűlés napi rendjén. Testületünk támogatja Budavári Árpád rendőr ezredes kapitányi kinevezését, aki eddig megbízott vezetőként dolgozott. Szükséges volt a kinevezéshez az önkormányzat véleménye is. Az Interciza Múzeum igazgatójának a vezetői megbízatása az esztendő végén lejár, ezért pályázat kiírása szükséges. Zárt ülésen döntött a közülés a Dunai Városi Gazdasági Ellátószervezet magasabb vezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálásáról. A döntés szerint továbbra is Farkasné Vörös Magdolna az intézmény igazgatója. Támogatta a közülés a Bartók színházban elhelyezésre kerülő defibrillátor, illetve a Pentele klubházban beszerelésre kerülő kettő darab klímaberendezés beszerzését 800-800 ezer forint összegben. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkálatait végezteti el önkormányzatunk a DVG zrt -vel. A most elfogadott előterjesztés egy 10 milliós tételt tartalmaz, amiből a családok átmeneti otthona csapadékvíz elvezetését oldják meg, illetve a barátságúti posta és orvosi rendelő tetőszigetelését végzik el. Kerékpáros pumpapálya létesítésére nyert városunk 21 millió forint pályázati összeget. A közgyűlés most három gazdasági szereplőt hívott meg a megvalósításra, akiknek augusztus 10-éig kell ajánlatot tenniük. A Dunai Városi Pálhalma Agros Speciál Sportegyesület, a Dépase, 80 millió összegű visszatérintendő támogatást kapott a közgyűléstől 2019-ben. Az egyesület most kérte, hogy a visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje 2024. június 30-ára módosuljon. A közül is úgy határozott, hogy az idei esztendőben megrendezendő nagy sportágválasztó rendezvényt 2,7 millió forinttal támogatja.